századik budapesti hamburgeres megnyitása után úgy tűnt, hogy már senki sem hoz újat a street food műfajába, amikor megjelent a meat and sauce az agyeldobó szendvicsekkel, amikből hihetetlen szószok csorognak. A receptek a világ másik feléről érkeztek. Sokat dolgoztam az USA-ban, a déli részén. Ott ezek a szendvicsek viszonylag bevált régi receptek alapján készülnek. Az alapok felszívása után jöhettek a saját ötletek. Nyitás előtt másfél évig postolgattunk, főztünk elő, mire összeállt az az öt szendvics, amivel kinyitottuk az üzletet, és azóta havi szinten kreálunk új ízeket. Az elkészítési technológiák olyanok, hogy végighallgatod őket, és meg akarod enni a szavakat. Mi konfitáljuk a húsokat 9-20 néhány órán keresztül, érleljük előtte marhahúst például két hétig, speciális fűszerkeverékeket készítünk, szintén friss fűszerekből, nem használunk bolti fűszerkeverékeket, és ezekből állítjuk össze azokat a húsokat, amit a saját kisült levében tartunk, és ezzel együtt rakjuk bele a szendvicsbe, ezáltal lesz egy kicsit ilyen folyósabb, kicsit komplettebb az ízélmény. De ami nálunk nagyon fontos volt, hogy amikor beleharapsz egy szendvicsbe, akkor azt érez, mint amikor egy kanál húslevest lehörpintesz, hogy benne van az a rengeteg munka, az a rengeteg íz, egy darab harapásban. A Meat & Sauce gyakran támogat jó ügyeket, így egyből odaállt az Egy nap a városban blog városhőse projektje mellé, aminek a lényege, hogy te támogatod az éhező gyerekeket, cserébe kedvezményt kapsz a legmenőbb budapesti helyeken. A mi kedvezményünk egy üdítő vagy egy köret a szendvics mellé, hogy ha valaki betér ebből a célból, akkor mi is megajándékozzuk őt az általam forgalmazott üdítőből. Meat & Sauce, a városhőse klub tagja. I'll stay here.